És ugye az egészségügyi, meg az oktatásnál egyértelmű, hogy béreket kell emelni, tehát arról vitatkozni, hogy 5%-kal, 10 al vagy 20 szal kell bért emelni, szerintem semmi értelme. Tehát a béreknek nem százalékos emelkedésben kéne működnie, hanem meg kell nézni azt, hogy az oktatás minősége az az állam, az ország minőségét tükrözi. Akkor mennyit kell költeni az oktatásra? A legtöbbet.